Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás, de fogalmam sincs, hogy mi a téma. Nem tudom, egyáltalán nem tudom, mert nem lehet tudni, hogy mit mutatnak a kártyák. Sőt, így hívnám ezt a jóslást, fogalmam sincs jóslás. De kíváncsi vagyok arra, hogy mit mutatnak a kártyák, mi az aktuális téma, mire kellene odafigyelni. Itt a középpontban a park látható. Ez jelentheti a természetet, hogy egy kis séta kint a természetben most jót tenne számunkra. Amit a park még jelent, hogy találkozol valakivel a nyilvánosságon, vagy fellépsz a nyilvánosságon, és mások észrevesznek téged. Itt a koporsó le tud zárni bizonyos dolgokat, és akkor lesz egy új kezdet. A koporsó jelenti a régi időszakot is. Lehet, hogy megjelensz a nyilvánosságon, és találkozol régi ismerősökkel. Itt lezárul valami, és a gyermek utal egy új kezdetre. Jelenti a változásokat. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, ez lehet egy új kezdet, ami a párkapcsolatot illeti. Itt az egerek eltávolítanak valamit, de lehetnek félelmek is, hiszen ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát van veszteség. Lehet, hogy ő fél attól, hogy elveszített téged, vagy nálad vannak félelmek, hogy nem kapod meg az elismerést a nyilvánosságon. De az egerek segíteni is tudnak, mert például a koporsó jelentett egy olyan időszakot, amikor nem történt semmi, nem volt mozgás, úgy érezted, hogy minden olyan unalmas, és az egerek el tudják ezt az időszakot távolítani. Itt az új kezdet, és most, mint egy újjászületés, megjelensz a nyilvánosságon. Itt a kulccsal lezársz valamit, és egy időben kinyílik egy új ajtó. Az is lehet, hogy eddig úgy érezted, hogy kicsit öregszel, de ez most elmúlik, és mint az újjászületés, a fiatalos kisugárzás, hiszen megváltozott a külsőd, és most büszkén megjelensz a nyilvánosságon. Itt a ravasz róka. Ez lehet egy negatív gondolat, például, ebből úgysem lesz semmi. Ez lehet egy negatív gondolat, vagy egy negatív érzelem, például félelem, bizonytalanság. De lehet egy hamis személy is, és ebben az esetben az egerek eltávolítják a hamisságot. Itt a jeges medve jelenti az élet erődet, és ezzel az élet erővel be tudod bizonyítani magadat. A jeges medve néha jelent egy személyt, akinek szava van, mint például a főnököd vagy a főnöknőd. Lehet, hogy ott volt a hamisság, de az egerek eltávolítják ezt a szemét. És a halak jelentik az anyagiakat, itt az erő, javul az anyagi helyzet. Persze kihat a munkára is, hiszen ez összefügg egymással. A hamisság elmúlik,
Sőt, az is lehet, hogy lezárul valami, és lesz egy új munkahely, egy új kezdet, ahol többet fogsz keresni. Végre kisüt a nap az életedben, tisztázódnak bizonyos dolgok, láthatóvá tesz valamit, vagy valaki szeretne látni téged. Sőt, besugározza a halakat, tehát az anyagiakat. Odafigyelsz az anyagi helyzetre, és ez javulni fog, hiszen rendezed ezeket a dolgokat. Itt a felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, de nem marad ez így, hiszen kisüt a nap. Amit a felhő még jelent, az az idő, fél év, hogy fél éven belül tisztázódnak az anyagiak, megkapod az elismerést, a hamis személy kilép az életedből. Mindez kihat a sors utadra. Sőt, lehetnek fontos találkozások is, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy lesznek fontos döntések, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Lehet, hogy ő hoz fontos döntéseket. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!